Én egy kicsi más perspektívából beszélnék a gyermekek és az internet viszonyáról. Én azt gondolom, hogy azokat a kérdéseket érdemes föltennünk, hogy mik a kilátásai annak a generációnak, ami mondjuk, ha teljesen önkényesen választjuk ki, akkor most 4-től 19 éves korig terjed. Mit hoz számukra az internet és a digitalizáció, mire készüljenek? Ja, gondolkodás ebben a körben nem előzmények nélküli, az internet nem új jelenség, lassan már egy teljes generáció óta itt él velünk együtt. Tehát azt gondolom, hogy megalapozottan vonhatunk le az internet lényegéről szóló következtetéseket. Én azt gondolom, hogy az internet legfontosabb jellemzője, hogy az erőseket még erősebbekké, a gyengéket meg még kiszolgáltatottabbakká teszi. Számos példát láthatunk erre. A közösségi média egész jelensége, amelyikből a nyugati világban kinő egy sharing economy, amelyik hozzájárul a gazdasághoz, az arab világban generál egy arab tavaszt, egy olyan társadalmi felfordulást, amelyből a térség a mai napig nem állt talpra. De ugyanígy, ha csak a gazdaságot nézzük meg, akkor is azt látjuk, hogy amíg régen, az elektronikus kereskedelem időszaka előtt egy kicsi árkülönbség egy termék esetében egy kicsivel alacsonyabb eladási számot jelentett, addig az árösszehasonlító oldalak megjelenésével, az internet által nyújtott transzparencia révén ugyanilyen kicsi árkülönbség most már azt jelenti, hogy mindenki a kicsivel olcsóbb terméket veszi. Az eltérés is 100%-os. Az internetes gazdaság a természetéből fakadóan kedvez a monopóliumoknak. Senki nem akar több közösségi profilt fönntartani, senki nem akar állandóan több taxitársaság közül válogatni. Az internet természetesen termeli ki a monopóliumokat. Gyakorlatilag az internetes gazdaság alapját úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a ma induló vállalkozások célja az, hogy mindent vagy semmit, de lehetőleg 5 éven belül. Ugyanígy érdekes az, hogy egy sor személyes élettörténetet láthatunk, amiben karrierek az internetnek köszönhetően íveltek fölfelé. Nagyon sokan értek el megérdemelt üzleti sikereket, nagyon sokan voltak, akik meg celeb karriereket futottak be látványosan. Ugye sorolhatnánk a neveket, Elon Musk-tól Mark Zuckerbergen keresztül az Instagram jelenlegi sztárjaig végeérhetetlenül. Azt viszont nem látjuk, és ez egy érdekes kérdés, hogy miért nem, hogy ez a felemelkedés, ez tömeges lenne. Nem látjuk azokat a társadalmi csoportokat, nem látjuk azokat az osztályokat, amik az elmúlt mondjuk 20 évben az internet révén tömegesen indultak volna el a felemelkedés útján. Tehát az internetből táplálkozó karrierek, azok úgy tűnik, hogy nem társadalmi jelenségek. Tehát az internet és a digitalizáció legfontosabb jellegzetessége ebből fakadóan valószínűleg az, hogy az internet nem önmagában erőforrás, hanem egy hatásfok növelő tényező. Tehát az, hogy a különbségeket felerősíti, ez a lényegéből fakad. Hogyan befolyásolja mindez a kommunikációnkat és a kultúránkat? Az internet eddig még soha nem látott lehetőségeket ad egyrészt a kereskedelmi marketing kommunikáció számára, aztán a politikai marketing számára, és végül az információs hadviselés számára is. Ezek első ránézésre ilyen nagyon különböző területeknek tűnnek, de azok a hatások, amik a 21. századi társadalmakat ezeknek a révén érik, azok kölcsönösen erősítik egymást és halmozódnak. Ja, mind a három tevékenységnek a lényege, mind a három tevékenységnek a legmélyebb célja valahol a valóság céltudatos és szisztematikus torzítása. És ezért az eszközrendszerük is rendkívül hasonlít. Tehát én például nagyon nehezen tudok megkülönböztetni egy álhírt egy gerilla marketing akciótól. És nagyon érdekes az is, hogy a fake news és az alternatív valóság az egyszerre központi kategóriája a politikai kommunikációnak, és egyszerre központi kategóriája az információs hadviselésnek. A legérdekesebb
Még egy tétel, hogy a legutóbbi amerikai elnökválasztás is éppen erre példa, hogy egy olyan társadalom, amely különösen fogékonnyá válik a politikai kommunikáció iránt, hirtelen a külső szereplők által végzett információs hadviselésnek is remek célpontjává, fogékony célpontjává tud válni. És ebben az összefüggésben különösen érdekes az álhírek jelensége. Az álhírekben nem az az érdekes, hogy vannak, mindig is. Az álhírekben az az érdekes, hogy az utóbbi két évben azt tapasztaltuk, hogy olyan hatást gyakorolnak az életünkre, ami olyan mértékben alakítják a körülményeinket, amit soha nem gondoltunk volna. És az álhírek természete az igazából akkor tárul föl, ha az információs hadviselés nézőpontjából nézzük. Az álhírek célja a legritkább esetben az, hogy az emberek ténylegesen el is higgyék őket. Az álhírekkel elérhető stratégiai cél az tulajdonképpen az ellenfél teljes kommunikációs rendszerének, teljes média rendszerének a szisztematikus és átfogó rombolása. Ennek megfelelően az álhírek hatásának két fázisa van. Az első fázis, amikor az álhírt a közönség még elhiszi. Ilyenkor az álhír funkciója az az, hogy polarizálja a célpontként kiválasztott társadalmat. Létező, valós ellentéteket mélyítsen el. Ennek megfelelően az álhírek azok mindig megosztó kérdésekben születnek, migráció, faji, vallási, politikai ellentétek, illetve a megosztó társadalmi kérdések azok, amiknek a kontextusában az álhírek sikerre tarthatnak számot. Ja, nagyon fontos, hogy a társadalmi közmegegyezést élvező témák, a társadalmi közmegegyezést élvező kérdések, azok gyakorlatilag teljes mértékben immunisak az álhírekkel szemben. A második szakasz, amikor az álhír hat, és ezt legalább ilyen fontos, hogy tudjunk róla, a lelepleződés. Az álhír a lelepleződésével is a terjesztőjének a célját szolgálja, hiszen amikor a legkülönbözőbb hírekről derül ki egymás után, hogy ez sem volt igaz, az sem volt igaz, a legkülönbözőbb forrásokból származó információk bizonyulnak hamisnak, akkor a polgárok a médiarendszer egészével kapcsolatban kezdenek el fönntartásokkal lenni. Elterjed az a meggyőződés, hogy mindenki hazudik, senkinek nem lehet hinni. És ugye ez az attitűd, ez azért veszélyes, hogy ugye nyilvánvalóan terméketlen, az embernek szüksége van hiteles hírforrásokra. Ezzel együtt saját élményeken alapul, és mindenkiben önálló gondolatként jelenik meg, ezért rendkívül makacs. Na most, ha ez a meggyőződés elterjed egy társadalomban, akkor remek, hát a megcélzott társadalom kommunikációs infrastruktúrája ezzel végletesen meggyengül. Egyértelmű mindebből, hogy az álhírekkel szemben szabályozási és informatikai eszközökkel pusztán nem lehet védekezni. Egy stabil társadalom az ellenálló az információs hadviseléssel szemben. Egy megosztott, stresszelt, belső konfliktusokkal terhelt társadalom pedig szinte kínálja magát célpontként a különböző információs műveletekre. Akkor mi a teendő? Fölteszi az ember ezt a klasszikus kérdést. Az a konszenzus abban már kialakult, hogy a kulcs az oktatás. Ez tulajdonképpen már közhelyszerű, és elmondani sem érdemes. Az igazi kérdés az az, hogy minek az oktatása az, amire szükség van ahhoz, hogy a most fölnövő generáció az jól érezze magát az internettel együtt a bőrében a 2020-as években. Én azt gondolom, hogy a válasz szempontjából kulcsfontosságú, hogy a tudásnak három kategóriáját világosan megkülönböztessük. Egyrészt vannak a szakismeretek, az informatikai szakismeretek, amelyeket az internettel meg az informatikával foglalkozó szakembereknek kell ismerniük, és ezt külön szakképzés keretében kell elsajátítaniuk. Aztán van a digital literacy, az általános felhasználói ismeretek, amelyekkel meg minden internet használónak rendelkeznie kell. És végül van az általános műveltség, az emberi kapcsolatok ápolásának az általános tudománya,
aminek úgy látszólag semmi köze nincsen az internethez, de talán abból, amit az előbb elmondtam, érzékelhető, hogy valójában nagyon is sok kapcsolata van. Ja, az a tudás, ami a polgári műveltség, az általános műveltség ugyanis az a tudás, amely ahhoz kell, hogy az ember a világban eligazodhassék, részt vegyen a társadalmon belül zajló információ áramlásban. Tehát röviden, mindaz a tudás, ami ahhoz kell, hogy az ember stabilan képes legyen megállni a lábán és saját véleményt formálni. Ja, az előadásomat azzal kezdtem, hogy az internet és a digitalizáció természetéből fakad az, hogy az erőseket még erősebbekké, a gyengéket még kiszolgáltatottabbakká teszi. És ebből is következik az, hogy a szakismeretek és az általános felhasználói ismeretek fontosságát lehet hangsúlyozni, de nem elég. Legyen bárki bármilyen képzett informatikus, vagy bármilyen felkészült felhasználó, nem tudja magát kivonni az álhírek hatása alól, hogyha nem rendelkezik egy rendes, klasszikus polgári műveltséggel, és hogyha nincs egy olyan élő kapcsolatrendszere, élő emberi személyes kapcsolatrendszere, amely lehetővé teszi számára azt, hogy a többieken keresztül ellenőrizze azokat az információkat, amik hozzá befutnak. Azzal szeretném zárni az előadásomat, hogy a digitalizáció körülményei közepette is, ami igazán lényeges tudás, az független a technológiától. És nem csak az internet használat oktatására, de az oktatási rendszer egészére is figyelmet kell fordítanunk, mert az internet emeli a tétet az oktatás kapcsán a következő generáció kilátásait illetően. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen!